fővárosi csatornázási művek délpesti szennyvíztisztító telepén vagyok, a kezemben pedig 12 órát tartok, hiszen itt a telepen 12 óra alatt lesz ebből a szennyvízből ilyen tisztaságú víz. Mindenképpen maradjatok velünk, hiszen megtudhatjátok, hogy hogyan, és azért is érdemes lesz, mert kiderül, hogy a szennyvízben található szennyeződés hogyan tud újrahasznosulni. Itt a telepen 80 ezer köbméter szennyvizet tudnak naponta biológiailag megtisztítani. A mechanikai tisztítással kezdik, elsőként a kőfogóval, ahol a nagyméretű szennyeződéseket távolítják el, majd fokozatosan haladnak a kisebbek felé. Ahol most vagyunk, az a második lépcső. Itt történik meg a beérkező, a tisztítótelepre beérkező, a csatornában lebegve, sodródva, különféle szálasanyagok, rongyok, törlőkendők, nek a kifogása. Ez az anyag, amit itt visszatartunk, nevezhetjük rákszemétnek, a későbbiekben mi ezt hasznosítjuk. Egészen pontosan magas fűtőértékű tüzelőanyag lesz belőle. Ezek a szennyezőanyagok nem mindig jutnak el ide, a telepig. Gyakran elakadnak és a dugulást okoznak. Ezért fontos tudni, hogy mit ne dobjunk semmiképp a lefolyókba. Nem szabad élelmiszerhulladékokat és nedves törlőkendőket bedobni a lefolyókba. Ezek összeállva egy dugót képeznek a csatornarendszerben, ez elzárja ugye a szennyvíz útját, és emiatt nem tud elmenni a háztartásból a szennyvíz. Most azonban menjünk tovább a tisztítás folyamatán. A rácsok után a szennyvíz a homokfogó medencébe folyik, ahol az áramlási sebesség lelassul, így a homok és kvarc szemcsék le tudnak ülepedni a medence aljára. Ezután a szerves szennyezőanyagok eltávolítása következik. Ezeknek a részbeni kiszűrésére, visszatartására ez az úgynevezett előlepítő medence hivatott, amely mellett most állunk. A szennyvíznek a bevezetése középen történik, és körkörös irányba, sugárirányba áramlik a szélek felé, a műtárgy széle felé. A lassú áramlás következtében leülepedő iszapot később újra hasznosítják, de erről néhány perc múlva. Most menjünk az egyik leglátványosabb és egyben legfontosabb tisztítási folyamat helyszínére, ahol a biológiai folyamatok zajlanak. Így tudjuk eltávolítani természet közeli módon azokat az oldott állapotban lévő szerves szennyezőanyagokat, amelyeket nyilván nem szabadna a befogadó Kisdunába tovább engedni. A 10 éve létesített hatalmas üvegházban zajló művelet egyébként egyszerű. A már mechanikai úton megtisztított vizet az úgynevezett eleven iszapos medencébe vezetik, ahol a betelepített növények gyökérzete további élőhelyet biztosít a szennyvíz biológiai tisztítását végző mikroorganizmusoknak és baktériumoknak. Persze nem mindegy, hogy milyen növényeket telepítenek ide. A mélyre nyúló, hosszú gyökérzetű fajok a legalkalmasabbak. A mocsári hibiszkusztól kezdve különféle... Az melyik? Megfogtalad, bocs! Különféle nádok, bambuszok, tehát számtalanféle. Például banánfánk is van, ezt meg is tudom itt mutatni nektek. Az melyik? Itt tőlem balra. Ez a nagy levelű. Igen. Termést hozott már? Hozott termést, természetesen nem fogyasztjuk el, tehát nem ez a cél, hogy növényt termesszünk. De ezzel még közel sem ért véget, az egyébként mint egy 12 órás tisztulási folyamat. A víz az utóülepítőben folytatja útját, ahol már a biológiai iszap ülepszik le, amelynek jelentős részét visszacirkuláltatják az üvegház elejébe, hogy segítse az odaérkező nyers szennyvíz lebontását. És most jött el a pillanat, hogy megtudjuk, mi lesz a folyamat során melléktermékként keletkező iszap sorsa. Ezekbe az úgynevezett rothasztó tornyokba, fermentorokba táplálják be. Itt a megfelelő technológiával biogázt képeznek, amely hatalmas gázmotor generátorgépegységeket hajt meg, ami pedig villamos energiát termel, nem is keveset. Nem csak hogy a tisztítótelep fogyasztását tudjuk fedezni, hanem az e fölötti részt, ki is tudjuk táplálni a nemzeti hálózatra. Ez naponta megfelel körülbelül 2000 családnak a napi átlagos villamos energia felhasználásával. De újra térjünk vissza a szennyvízhez, ami tulajdonképpen már nem is nagyon számít annak. A második biológiai tisztító folyamat a biofor, amely a nitrogén és foszfor alapú szennyezőanyagokat távolítja el, majd a tisztítási folyamat legvégén még egy kis UV-fénnyel történő kezelés következik, amely csirátlanítja a vizet.
és elérkeztünk a folyamat végére, ami után a megtisztított víz szépen a soroksári Kis-Dunába kerül. A csatornázási művek egyébként az iskolások edukációjára is nagy figyelmet fordít. Évente több ezer diák fordul meg a telephelyeken, ahol a környezet tudatosságra hívják fel a figyelmet. Hallanak ezekről a dolgokról, hogy hogyan kell megvédenünk a saját épített és a természeti környezetünket, mit lehet ennek érdekében tenni egyéni szinten, és mit teszünk mi ezért, mint szolgáltató. Kövesd és olvasd a grindex.hu-t még több érdekes információért!